Kihívást élted meg eddig, hogy eljuss A-ból B-be bringám Budapesten? Én nem szeretek az autók között tekerni egyébként, csak bicikli úton. Viszont te is rájöttél már, hogy nincs jobb eszköz közlekedésre, mint a bringa? Azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb és legkönnyebb közlekedési módszer a városban. Szerencsére egyre többen gondolják így. Nekem is van olyan barátom, aki most úgy bringára beköltözött a belvárosba, a külvárosból egyébként, és rájött, hogy lehet bringával is közlekedni. A kolléganőim, ők is biciklire ültek, és már ők is mennek a körúton menni. Mert mára jóval könnyebb és jóval biztonságosabb tekerni a városban. A Bringás Briganti következő epizódjában bemutatjuk, hogyan tervez meg az utadat a városban. Színesebbek az utak. Megjelentek az új bringasávok. Külvárosból belvárosba jutni vagy fordítva eddig sem volt lehetetlen, hiszen az utak megvannak, csak ugye azok a sugárirányú utak, amelyeken Budapesten szoktunk közlekedni az agglomerációban a külvárosok irányába, azok rendszerint ugye elég forgalmasak is, pont ezért már nagyon sokan használják, tehát bringával nem biztos, hogy azok a legkellemesebbek. Azok a területek, ahol eddig persze el lehetett jutni, de alapvetően kis utakon, kerülő utakon, és hát ugye mindig jobb bringával is, mint bármilyen más sávval úgy közlekedni, hogy a lehető legegyenesebb utat választja az ember. Ugye ez főleg bringával igaz szerintem, hiszen az egy bringával mégiscsak tekerni kell, erőt kell kifejteni, ugye az ember gyorsabban is akar haladni, a lehetőségekhez mértem, tehát mindig az egyenes irány a legjobb. Ebben segítenek az új felfestések. Sok erről hallom azt, hogy igenis segítettek ezek az újonnan kijelölt infrastruktúrális elemek abban, hogy többen üljenek bringába, biztonságban érezzék magukat, hiszen ez nagyon fontos, főleg a kezdő bringások esetében. Ha például szeretnénk eljutni hétvégén a rakpartra Gazdagrétről, vagy hétköznap a belvárosi munkahelyünkre, nincs más dolgunk, mint megtervezni az utunkat a BKK futár segítségével, kiválasztva a kerékpáros barát módozatot és nyerekbe pattanni. Az útvonal végig bringasávon, bringaúton és kerékpáros nyomon fut. A 6 kilométert 25 perc alatt letudva. De induljunk! Teszt a lelke mindennek! Dél-Budán is jelöltek ki új kerékpársávot, az is egy elég jó kis kapcsolat Kelenföld irányába. Kelenföldön keresztül el lehet jutni Őrmezőre, el lehet jutni Gazdagrétre, tehát ott is létesült egy jó kis kapcsolat, ami eddig igazából csak inkább kerülővel volt elérhető, mondjuk, hogy az ember a Dunapart felől és az Etele út felől közelített Kelenföldre. Most egy gyakorlatilag tök egyenes úton ki lehet jutni a Szabadsághídtól a dél-budai nagy lakótelepekre, tehát szerintem ez például tök nagy előny. A tervező szerint 25 perc alatt tudjuk le a távot, és ezt igazolta a gyakorlat is. Autóval sem sokkal gyorsabb, a parkolóhely keresésről nem beszélve. Tömegközlekedéssel pedig nagyjából ugyanennyi, 4 átszállással. Van még kérdés? Lássuk, hogy mit adott nekünk a Baross úti bringasáv. Ugye a Baross utcának a nagy részén eddig semmilyen kerékpáros infrastruktúra nem volt, talán leszámítva egy kis rövidke szakaszt a Koszorú utca környékén, a buszsávot közösen használták a bringások meg az autóbuszok. Most elkezdték felfesteni a kerékpáros nyomot, ez még ugye önmagában nem infrastruktúra, de mutatja mindenkinek, a bringásnak is, hogy ne tessék, mehetsz erre, itt az utad, meg a többi közlekedőnek is, hogy itt bringásokra számítani lehet. Mert nem is olyan rég, még így nyilatkoztak nekünk a rakparton. 10. kerületben végig biciklivel jöttünk be. Hát nem mondom azért, hogy még tökéletes, tehát pár szó, hogy megszűnt a sáv. A bicikli sáv. Tehát azért úgy értek így meglepetések. És most mit mond a BKK futár tervezője, kiválasztva a kerékpáros barát módozatot? Meglepetések nélkül kényelmesen 19 perc alatt juthatunk el az Eiffel-háztól a rakpartra. És ha ez sem volt elég? Ami a külvárosokat illeti, hogyha valakinek nem áll rendelkezésére olyan kerékpáros infra, amit tud használni, biztonságban érzi magát, nem érzi jól magát nagy forgalomban, nem ismer kerülőutakat, vagy nagyon hosszú lenne az a kerülőút az egyenes úthoz képest, akkor azért nagyon-nagyon sok helyen rendelkezésre áll a közösségi közlekedés is. Nagyon sok elővárosi vasútvonalon alacsonypadlós motorvonatok közlekednek, kényelmes a fel- és leszállás, ez a lehető legjobb megoldások közé tartozik talán, de ugyanígy híveken is lehet kerékpárt szállítani, illetve egy egészen új lehetőség az, hogy a budai oldalon Budapesten, a villamos vonalakon, ahol Tátra típusú villamosok közlekednek, ott is lehet kerékpárt szállítani. Mára tehát bebizonyosodott, néha több, ha két kerékkel kevesebb van. Ha pedig arra is kíváncsi vagy, melyik tábla, melyik jelzés mit jelent, kövess YouTube csatornánkat. A Bringás Briganti következő epizódjából megtudhatod, hogy mi a különbség a bringaút, a bringasáv és a kerékpáros nyom között. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.